borzalom. Szólítottál. Jaj, szörnyű, nem bírom. Hát itt vagyok. Mi ez a hitvány ijegység, te übermencs? Hol a lélek szava? És hol az ember, ami az egész világ maga? Hol vagy te? Faust. Te vagy az, aki a leheletemtől reszket, meg megtántorodik, eldől, rémülten görbedő féreg. Tőled félnék, lánguló szellő? Én Faust vagyok, veled egyenlő. Életárba, tetviharba lépek, és járok fel saját. És szövök ezt meg azt. Születés, halál, az áraszt, meg apasz. Változó szövődmény, de folyton izzó élmény. Az idő zúgószékén ülök, és szövök. És létre az istenség leplékén jövök. Egy kritika azt írja róla bravúrosan flegma új szerepében, a Katona József Színház Faustjában, amelyből az előbbi részletet látták, és amelyről pár napja már beszélgettünk itt a műsorban, az előadás rendezőjével és két főszereplőjével. Mindig visszafogott színésznő volt, utálta a nagy gesztusokat, az öblögető hanghordozást, félt is a szakmától sokáig. Tudatosan menekült a színházi létezés peremére, de nincs senki abban a világban, aki ne tudná, milyen nagy művész, ma esti vendégünk, Monori Lili. Csókolom a kezét, jó, hogy itt van. Nem volt könnyű rábeszélni magát, hogy eljöjjön. Nem nagyon egy ilyen nyilatkozós fajta, ugye? Nem szoktam. Szóval tulajdonképpen az, hogy az életem, az már akkora kérdőjel, hogy fölfogni nem tudom. Tehát majd utoljára talán. És a többi ugyanígy. Igen? Hát igen, nehéz megérteni, amikor zajlik, amikor történik, tehát az élet maga, akkor az ember nem érti vak, ahogy a Faustban van. Na most, az élete tart, az ember még tart, az élete vak. Addig vak. A Faustban, amit most ugye két estén át játszva a Katona új slágere, egy sülyeztőből emelkedik ki takarítónőként, ahogy azt láttuk is, de ön igazából ősanya, boszorkány, gonosz szellem, aki lesajnálja ezt az egész filozófikus közeget. Szereti a darabot? Szereti a Schilling-féle előadást? Igen, nagyon, nagyon. Hát szóval elég nehéz volt elolvasnom először a Goethe Faustját, mert így egybe olvastam, úgyhogy rögtön lefeküdtem aludni. Utána annyira kifárasztotta? Kifárasztott teljesen, mert gondoltam, hogy sokkal jobban meg kéne értenem, és láttam, hogy ezt bizony sokszor el kell olvasni ahhoz, hogy megértsem. De maga az eredeti darabot olvasta, eredetit, vagy az eredeti igen. művet, vagy pedig már az átiratot? Nem az átiratot, én a Kálnoki félét olvastam először, és utána Marton Lászlóét. Azt megkaptuk még akkor, ő fordította, tehát még nem volt kész. Uh-huh. És akkor nagyon nehéz volt megtanulni ez a másik, hogy bár én sok verset mondtam, mert amatőrkoromban versmondó voltam, de és akkor gondolkoztam, hogy mi lehet ennek az oka, hogy talán az, hogy germán, tehát az egyik mondat tulajdonképpen üti a másikat, tehát nem folyik úgy, mint a gyöngysor, hanem ütköznek a sorok, a gondolkozás, és a gondolkozás, ami a legtávolabb volt tőlem, tehát a Goethe. A Goethe-féle gondolkodás. A Goethe-féle gondolkozás, és olvastam a mi osztályunk lengyel írójának a nagyon szellemes mondatát, hogy a német színház az ideológiájával a városi polgár szabadságára tör. És ez nagyon megtetszett. És akkor bekattant minden? Hát nem, szóval azért úgy nem kattant be, de valahogy az ember szabadságára tör, az biztos. Tehát a nézőnek el kell előtte olvasni. Uh-huh. Tehát még így is, hogy a Márton László ténylegesen a mai szájra, tehát érthetően... Nagyon átfordította. De hát küzdelem folyik lent a nézőtér. Egyébként maga hogy van, hogyha megkap egy szerepet, akkor először értelmezi azt, vagy egyszerűen csak magára húzza, és történik, ami történik? Hát attól függ. Én az utóbbi időben, tehát egy jó pár éve
ami nem az enyém, a Mondrucó Kornél féle, ott improvizáció folyik, tehát ott lényegében írjuk, mi színészek írjuk a szerepeinket egy vezérfonal mentén, tehát az konstrukció áll. Hát szabadon áll. Van hagyva a színész, hogy a szövegre, megvan a történet, igen, de sőt, arra már kiki maga írja saját szerepét? Az elvárás is, igen. Tehát én nagyon sok szerepet írtam. És ha nincs ilyen vénája az embernek, mert hát ez is előfordulhat. Hát akkor nem ott dolgozik. Igen? Tehát itt a színésznek a Mundrucóféle színházban tehát kötelező itt tudni forgatókönyvet írni? Teljes személyiségével föl kell vállalnia. Tehát nem egy szereplő, nem egy színész, hanem a személyiségével, a gondolkozásával az előadást. És annak egy része vagyok, amikor nem tudom, hogy hívnak éppen. Hát tulajdonképpen majdnem mindegy. A Faust kiégettsége, lankadó kíváncsisága, az, hogy akarja és meg utálja is az életet, önnek mond valami személyeset? Valami személyeset, ami kifejezetten önnek szólóan lefordított ebből a darabból? Igen, szerintem igen. Nekem ugye volt egy egy infarktusom volt, illetve kettő volt, és utána nagyon több infarktusossal akkor kapcsolatba léptem, és valójában van hasonló érzés, tehát hogy idéglenes a dolog, a túlélők. Tehát vagyunk, de minthogyha nem lenne ez igazi élet. Már ugye ez magára vonatkozik is? Igen. Ez ilyen gyakori nekem, hogy úgy elnézem, hogy hát ez ott van, pohár. Tehát ez óhatatlan, tehát ez nem tudom, hogy meddig húzza az ember, ugye 6 stent van a szívembe, ami azt jelenti, hogy nagyon sok vérhigítót kell szedni, mert ott ülnek a vérrögök, ugrásra készen. De rosszul is érzi magát általában? Vagy nem, a közérzete azért jó? Nem, hát sőt, mintha felszabadultam volna a kényszer alól, hogy élni kell. Ennyire terhes volt a maga számára az élet? Hát az élet az nem volt könnyű, mert én ugye 60-as évek, tehát 65-69, ez volt a főiskolai év, és utána meg jött az új sztálinizmus, vagy hogy nevezik ez a Brezsnyev idő, és akkor nagyon sok diszidálás volt a 68-as cseh-szlovákiai bevonuláskor, és akkor mindenki elment, aki volt barátom, férjem. Én is próbálkoztam, nem tudtam kimaradni anyukámat vagy a nagymamámat, nem bírtam volna. Akkor ott bolyongtam Németországba, akkor visszajöttem időre, és Kölnben volt az, amikor Apácáknál laktam, hogy egész nap írtam a nevemet, de a színész nevemet írtam egy papírra. De mi volt a színész neve? Monori Lili. Hát hogy értem, ez az igazi nem, neve? Nem, Monori Erzsébet Lídia vagyok. Igen? Igen. Sehol nem találtam ezt a dokumentumokban. Erzsébet Lídia. Hogy lett Lili? Úgyhogy mindig úgy hívtak, hogy Lili. Ja, hogy ott szóval, a Lidiát így rövidítették tulajdonképpen? Hát már Pesten úgy, de mondjuk Törökszent Miklóson Lidika, meg Lidus. És, de amikor Pestre jöttünk, már anyukám is, ugye, aki Lidia volt, őt is már Lilinek hívták, aztán engem így, és akkor úgy maradtam, hogy... Az Apácáknál irogatta a nevét folyamatosan? Irogattam, hogy Monori Lili egész nap. Itt ültem padon, és elkezdtem nem érteni. Mit? A nevemet. De mit kellett rajta érteni? Nem, azt tűnt föl, hogy nem értem. Tehát, hogy írom, és egy nagyon erős érzésem van, hogy nem értem. És akkor szerintem ott valami történt velem, és akkor már, amikor visszajöttem Magyarországra, akkor már voltak látási-hallási zavaraim, és az elég érdekes volt, hogy a Komlós Júcikával játszottam a színpadon, és körülbelül, mint egy állat úgy érzékeltem, hogy beszélte már a Juci, tehát, hogy elmondta-e, mert nem hallottam. A látási az meg olyan, hogy nem lehet nézni, mert mintha kést beleszúrnának a szemembe, és az orvos mondta, hogy ez regresszió, úgy hívják, hogy mint a csecsemőknél van, hogy leépülés. Ez a következménye, hogy én visszajöttem, mindenki kimaradt, a pénzt azt leadtam a kontaktpontra, nagyon sok diszidens volt akkor, 68-as cső. Az be volt varva az övembe, azt leadtam, ahhoz nem nyúltam. És ez olyan jó 5 év volt, hogy... És az nagyon erős kínlódással járt, tehát nem olyan egyszerű, hogy jó, hogy én nem hallok, meg nem látok. De ez később javult? Hát tulajdonképpen igazából a Szent Király megszerzése után, tehát hogy oda le
tudtam menni. Ez a Szent Királyi Műhely, majd erről mindjárt persze beszélünk. Igen, hát ott valamiféle... Tehát amikor abba hagytam a szakmát, a pályát, akkor szűnt meg a depresszió. Mennyi időre hagyta abba a szakmát? Hát nem gondolkoztam ezen, hogy ez időről szól, vagy nem időről, csak azt tudtam, hogy olyan, mint a burokban van az ember, és kivágja magát, vagy elpusztul. Tehát muszáj kivágni magam, muszáj. És akkor nagyon szerettem a kaposvári kollégákat, tényleg nagyon. Tehát volt egy lelkifurdalásom, és léptem, mint hogyha itt most fölállnék, és arrébb lépnék, és nem volt semmi, de megszűnt a depresszió, és akkor pár hét múlva a film szólt, hogy alakul a filmszínész iroda, lenne kedvem. Maga egy ilyen nagy kívülálló tulajdonképpen, lehet azt mondani, a katonában is most ugye vendégművész, de bárhol is csak vendég lenne, mert nincs társulatnál jó ideje, már-már idolja, legalábbis az én szememben a függetlenségnek, az autonómiának, a tehetségnek. Ezt nehezen viseli, vagy nem tartja fontosnak, hogy tartozzon bármely közösséghez? Hát lehet, hogy kialakult, hogy nem vagyok már közösségi ember, de nagyon jól érzem magam most is a katonában. Tehát ugye szóval meglepett, hogy mennyi kedvesség van, mennyire mindenki tudja a maga területét, munkaterületét, és az milyen maximálisan. És erre hogy nem figyelt fel mondjuk akár Kaposváron, akár korábban Táliában? Én? Magam? Nem figyeltem fel. Hogy nem figyelte fel? Hát ott is volt közösség. Hát erősebb volt az élet. Az élet az elrángatott. Tehát közém. Tehát nem elvette az életemet a szakma. Én nekem ez volt az érzésem, hogy egyszerűen fölfal. Hogy nem tudom teljesíteni, nekem el kell menekülnem ahhoz, hogy életben maradjak. De miért választotta akkor ezt a szakmát? Vagy amikor választotta, ja, akkor még hát, nem tudta? Nem. Hát én ez volt a másik csapás, tehát a második csapás. Hogy ezt nem értettem, hogy én, aki erre vágyottam, akinek minden vágyam ez volt, hogy színész legyek, és nem leszek soha. És egyszer mondtam a Derzsi Jancsinak, hogy te Jancsika, figyelj ide, játszottunk egy darabot, én úgy érzem, hogy én soha nem leszek színész, és az akarok lenni. Azt mondja, te jó, én ugyanezt érzem. Mondta a Derzsi. De mai napig maga úgy gondolkodik magáról, hogy nem lett színész? Igen, körülbelül, igen. Tehát úgy abban az értelemben, ahogy én olvastam a Jászai Mari naplót, meg ahogy vágyottam rá, mint kislány, hogy ez is milyen szegény volt, és mennyit kínlódott, és küszködött, és megtanult beszélni, és hallják a 12 000 nézőt legfelül is, ha alkalom. Szóval ilyen egészen normális vágyaim voltak, és ehhez képest volt a csehszlovák bevonulás, ugye, és az ember csak mint a szél ütött, így nézett, hogy hova lett ez a férj, hova lett az a barát, és akkor hol vagyok én, és akkor hogy van ez, és akkor növekedett, egyre jobban növekedett ez a depresszió, és kénytelen voltam, és egy életmentés volt, azt hiszem, a filmszínész iroda. Hogy oda meghívták önt is játszani, ugye, azok közé, a tagok közé, Garas, Törőcsik, sok igen, nagyon jöttek. Nagy nevű színész volt jöttek, a tagja. Igen, jöttek, mert először nem értettem, hogy mit mond a Rényi Péter, hogy nem értem a szerződést, mondta, figyelj, de Lili, akkor egyszerűen mondom, nem rabszolga, érti ezt? Mert hogy nem lesz rabszolga. Igen, ez volt 76-ban. És ezt megértette? Mondom, hogy ő rabszolga. És azt mondja, nem kötelező, tehát kapja a fizetést, de ha nem akar vállalni filmet, akkor nem kell játszani. És ez könnyebbség volt? Persze. Ez volt az, ami felszabadította? Persze, hát hogy élhetek, hát nem vagyok kötelező, hogy elmegyek a próbatábla mellett, látom, hogy ki van írva a nevem, de nem kérdezik meg, hogy akartam azt játszani, nem akartam. De mondjuk nekem nem volt ilyen, hogy most akarom vagy nem akarom, mert eléggé megkínlódtam mindig a szerepeket, tehát hogy általában ilyen érzésem volt, hogy na hát ez se azért nem, és hogy fog ez sikerülni, és akkor hát ugye nem lehet 6 hét alatt. Olvastam, hogy orosz színházaknál 3 évig is próbálnak. Tehát nem lehet ennyi idő alatt, egyszerűen nem érik be maga a szöveg, nem érti meg az ember úgy, ahogy kell, ahogy kellene. És akkor hát ugye a filmezés az egy másik terület, az nem kell próbálni, hanem pont nem kell próbálni. Uh-huh. Tehát, ott találta meg magát.
Hát azt mondták. Ez érdekes, azt hogy mondták. Magának az ideája ezek szerint mondjuk a 20. század elejé vagy 19. század végi színházhoz kötődik inkább. Tehát azt a hagyományos, klasszikus, nyugodt színjátszást kultiválta volna. És azt a mélyet, igen. Azt a mélyet? Azt a mélyet, igen. A Jászai naplót azon úgy nevelkedtem olyan 15-16 évesen. Ott azt hogy mindenki tudja, hogy ez az ember ugye nagyon-nagyon művelt is lett, hát kiképezte magát, de ahogy ő felfogta a színészetet, az nem az volt, hogy most ide futunk, oda futunk, ez a kis szerepünk van, hanem ez egy élet, egy sorsfelvállalás, egy életforma. Mindig kim voltam a temetőben, a sírjánál, ott általában elüldögéltem iskola helyett azért, meg az Adinál. Igen? Igen, mert Adi volt a kedvencem akkor. De közben megváltozott a kor, ezzel nem számolt? Nagyon más lett a világ Jászai hát, Marióta. A Thália Színházban én akkor kerültem oda, amikor tulajdonképpen a népművelés folytát Csusingura, Mahabharata Ramayana. Igazából szerepek nem nagyon adottak, nagyon-nagyon ritkán. Hát miközben azt olvastam, hogy amiben viszont játszott, óriási sikert aratott. Hát szerettek, a fiatal voltam, pártoltak a kritikusok, az általában egy picit mutat egy fiatal színész, már örülnek, hogy akkor lesz belőle. Tehát szerintem egy ilyen pártoló, nem lehettem én olyan jó, szóval igen, ez kizárt dolog. Persze. Csak hogy egyszerűen dédelgették a koránál fogva? Persze, hát én filmet nem merek megnézni, önbe játszó, hát a tanút nem merem megnézni, azokat a részeket kitakarom. Mert, amikor maga játszik? Jaj, borzalmas. Szóval olyan gyenge, hogy kettes. No. Kettes. Ha valaki kíváncsi az ön pályájára, megnézheti a Wikipédián, de ott tulajdonképpen csak üres tények sorakoznak, viszont a lánya, Székely Rozália, a Kaposvári Egyetemen egy szakdolgozatban megírta önt is, és az édesapját, Székely B. Miklóst is, meg a családi színházukat is, és mondhatom, hogy nagyon érzékeny írás ez. Boldognak kell lennie, én azt gondolom, hogy a lánya ennyire átérzi a mamája sorsát. Én boldog is vagyok, és én nekem nagyon tetszik az, hogy ilyen személyes ez a szakdolgozat, nehezen született meg, de végül is megszületett, és az főleg, hogy ő ezt akarta, hogy a Szentkirály, ugye 6 évesen már ott játszott, tologatta, amit maga is látott, Sándor, hogy a babakocsi, ő nagyon szerette felöltöztetni a cicákat, és akkor beletette a babakocsiba, és tologatta, és ezt kértem, hogy csinálja már meg ott is. Egy darabban. Igen, egy darabban, és szóval arról volt szó, hogy ahogy ő 6 évesen látta azokat az előadásokat, amik be volt, azt írja le. Igen. Tehát ne felnőtt fejjel, így visszaemlékezzen, hogy akkor ott arrébb mentem, akkor az oszlop mögé mentem, akkor apu így csinált. Tehát, hogy akkor a Gina kutya az hogy rokizott a Sanyival, a bátyával. Ő is színésznő lett? Rozi színésznő, igen. Uh-huh. Igen. Most teljesen egyértelmű volt ez a pályaválasztás önökből következőnek? Nem. Sokáig, hát ő egyáltalán meg se nézett semmiféle színházat, de nagyon sokáig. Volt egy tiltakozás, épp úgy, mint a bátyának, hogy nem akarok róhalani, a nagymamám színésznő, a nagyapám színházi rendező, az apám, ez elég volt. Boldogtalanok vagytok, nem akarok boldogtalan lenni, tehát ez volt. És egyszer eltört a lábam, leestem a pincébe a lépcső tetejéről, és ápolt, és akkor mondta, hogy mi lenne, hogy, és akkor elkezdett sündörögni, hogy mi lenne a következő darabba én lennék. Hány éves volt ekkor, Rozi? 2004-ben volt ez. Nem is tudom. Sose tudom, hogy hány éves. Meg is lepődnék, ha tudná, hogy a lánya hány éves, és hány éves volt akkor. Valahogy, igen, valami évesek vagyunk, de szerintem... Nincs jelentősége tulajdonképpen. Nincsen, igen? Semmi. És mondom, hát jó, hát ez zavarba jöttem, mondom, jó. Jó, hát majd meglátjuk, és akkor el is kezdtük a Hajnóci Péternek egy novelláját, elkezdtük rendezni, és akkor elvették a pincét. Uh-huh. De szóval ő kiskorától tulajdonképpen bekapcsolódott ennek a műhelynek az életébe. Igen, ön egyébként milyen volt anyának? Nyilván szabálytalan annak is. Nem, én egy moziba el nem mentem, az biztos, hanem 28 mese, 37-szer ugyanazt. Kismalac, túrja, igen, és akkor... Hát esti meséket mondott a gyerekeknek? Rengeteg, persze. Tényleg? Persze. Én klasszikus anya szerepet, viszont igen, mit? Igen, mivel a ma filmné voltam, de gyakorlatilag ha volt film egy évben, mit tudom én, egy-kettő, mert
nem volt kötelező, akkor nem vállaltam, szóval volt olyan év, hogy ötöt is. De nem, szóval nem volt baj, mert a Föld Ottó volt az igazgató, és mondta, hogy amíg én itt vagyok, addig magához nem nyúlhatnak, és kérdeztem, hogy meddig lesz itt. És azt mondja, hogy addigra rég más csinál maga. Miért volt ez a kivételezettség? Ezt minek tulajdonította? Az Ottó részéről? Egyáltalán a film hát önnel való, vagy önhez való viszonyát? Szerettek, mert nagyon sok díjat nyertem akkoriban, tehát a filmek alakítás díjakat, és eléggé, hát mindig a Cannes volt, meg aztán, hát nem tudom, a film az egy olyan műfaj, hogy kiviszi az embert a világba, és akkor írják az ilyen lapok, olyan lapok, stb. Nemzetközileg kapott ön számottevő kitüntetést a filmjeiért? Igen, azt lehet mondani. Miket? Hát kaptam a Nemzetközi Filmkritikusi Díját, és akkor Berlinbe is, tehát azt hiszem a katolikus díjat kaptam. Uh-huh. Katolikus díjat. Akkor ez a 9 hónapért volt? Az a 9 hónapért. Teheránba is kaptam a Sakhtól, még akkor. Még a Sakhtól, jattoltam a Sakhtnéval. Jattolt a Sakhtnéval? Jattoltam, nagyon izgi volt, mert szóval akkor már akkor az Ajatollah, akkor már látszott az utcán, már érződött, tehát ők már csak a levegőbe közlekedtek. Uh-huh. És akkor be kellett mennünk, és sokáig csak a hercegnők voltak, azok rendőrtisztek voltak. Uh-huh. És nem lehetett egymás mellett ülni, például Mészáros Mátával nem ülhettem, mert egy hercegnő, úgynevezett hercegnő az ezüst táskájával, meg én. Majd az Alain Cuny, aki a férfi alakítást kapta, én meg a nőit, és így áthajoltam a Mártához, hogy mondjak, és abban a pillanatban láttam, hogy a Stuckerhez nyúl. De miért? Miért volt tapjának veszélyesek? Már nagyon féltek, a Sakh elbújva volt valahol fönt. Majd valami zenére betoltak egy széket, aminek a támláját láthattuk, a császárnő abba ült, de nem láttuk. Már hogy a Sakhné? Igen, ő adta Faridával. És hogy tudott vele jattolni? Úgyhogy föl kellett menni, és a filmrendező Zazinak a szűk ruhájába voltam, és így meg kellett hajolni, és kezet kellett volna csókolni, és én jól megráztam a kezét. Megmondták előre, hogy kezet kell csókolni, és maga nem volt hajlandó? Nem, ez jött, mert láttam, hogy zokni is rajtam van, magamon felejtettem a zoknit, és hogy ki fog látszódni, mert az Azinak rövidebb a ruhája. És ettől olyan zavarba jöttem, hogy jól megráztam, és aztán találkoztunk utána a fogadáson, és mondta, hogy nem tudtam megnézni a filmjét, de meg fogom nézni, mert és ez volt az édes, hogy női emancipációs kérdésekbe egyiptomi császárnővel tárgyal. A női egyenjogúság. Uh-huh. És akkor lekapcsolták a villanyt. Szóval ez olyan időre ment mindig, hogy 2 percig szabad. Aha. Aztán eljönni. Maga nagyon idegenül érezhette magát egy ilyen közegben, nem? Nem, én nagyon jól éreztem. Semmi elfogadottság nem volt bennem, semmi a világon, mert végül is én ezt tudtam, hogy milyen helyzet van. Visszatérve a lányára, hasonló karakter, mint maga? Rozi? Igen, nagyon jó a humora. Na, első osztályú. De mint színésznő? Mint színésznő? Hát ő jobb színésznő. Azt mondtam a telefonban, hogy jobb színésznő. Én annak érzem, hogy hát, jobb. Hát most szerénykedik, nem? Nem, valóban. Originálisan, tehát nem tudom, szerintem a Lacánál is, nálam is, mindannyiunknál jobb ő. Igen? Igen. Rozi ebben a dolgozatban igen. Különös érzékenységű embernek látja önt, aki mindig menekült a felszínesség elől, ezért különösen szereti a tragédiát, mert önt idézi, jó csontábőrré fogyni a kínoktól. Ezt kétszer is elolvastam, jó csontábőrré fagyni a kínoktól. Miért vágyik ön a színpadi szenvedésre? Hát nagyon vágytam rá, nagyon. Szóval, így a kezdetén az embernek van egy olyan ambíciója, hogy hát ez, hát így, mint egy ilyen Jászai Mari, tehát, hogy nem mondom, hogy a világot megváltom, de valahogyan az én életemet az biztos, hogy minél mélyebbre, annál már lejjebb már nem lehet, tehát tényleg, szóval, és akkor, hogy elájulni, meghalni, ott meghalni, és akkor olvastam a Grotowskinál, hogy a Cseszlák már rég végre volt az előadásnak, ő még mindig önkívületbe feküdt, átléptek rajta, nem tért még magához, és ugye a szegény színház volt, és el is mentem Wroclawba megnézni, egy felújított előadás volt, az apokaliptikus figurák is. Hát régi előadás, már nem voltak fiatalok, de akkor át tudott ugrani, hogy úgy néztem, hogy... És
Hát a vallás, a valláshoz. Maga nekem... ilyen típusú színházra, vagy ilyen típusú színészetre vágyott? Igen, én szerettem a Stanislavskit olvasni, én szerettem elolvasni azt, hogy a színész felkészül, tehát hogy az hogyan van, hogy hogyan történik. Tehát nem elkezdjük megtanulni a szöveget, tehát hogy igen. Hanem hogyan kezdődik a színészet, vagy a alakítás? Ezek, nem, ezek a külsőségek, hogy szöveg, mozgás, stb. Tehát nem, valószínűleg van egy folyamat, ami a gondolkozás folyamata, hogy megértsem, elfogadjam, én elfogadjam, mert az nem biztos, hogy én rám ki van osztva, és mint szolga megcsinálom. Nekem azt teljes mértékben, és átélni, igen. Volt egy barátom, öngyilkos lett, és ő mindig mondtam, hogy átélni, azt mondja, átélni, átérni. Ott azon az úton. Akkor ezek szerint igaz lehet, amit olvastam, hogy harmadik Richárdot szeretné eljátszani. Női Richárdot még nem láttam, de nagyon jó ötlet, mitagadás, ami megfogant önben. Mi vonzza ebben a szerepben, a hatalommánia, vagy a gonoszság anatómiája? Hát a gonoszság, igen. Rendkívül színes, sok rétegű, és általában ilyennel találkozik az ember kis, mondjuk kis volumenbe, tehát kis formátumba. Milyen értelemben a hétköznapi életben? Hát igen, arról beszél? Akár, vagy nézhetünk, nem tudom én, parlamentet is. De az, hogy őnek itt tulajdonképpen lehetősége volt, és azt mind kijátszotta, tehát az összes kártyáját kijátszotta. Ez egy olyan összetett dolog, amit színpadról megmutatni tulajdonképpen maga lenne a totális művészet vagy színészet? Hát, hogy nagyon színes szerep, női szerep, ilyen nagyon kevés van, azt lehet mondani. Nem is hiszem, hogy valaki nem. Nőben gondolkodott harmadik Richárdról. Nem, és a Shakespeare korában ugye hát minden csak férfiak játszották a nőket is. Tehát a női szerep, tehát egyáltalán nagyon-nagyon kevés a jó női szerep. Nem mindig csak a férfiak írják a darabot, és akkor 18 ezer férfi szerep van, aztán egy-kettő, de az legyen szép, szép ruhába. Igen, de nagyon nőc is legyen, ugye? Nőc legyen, ne legyen agya semmi. Igen? Az nem kell, az teljesen fölösleges, amikor ott az a sok férfi a nagy agyával. És akkor ez, hát igen, ez a szerepek ultrája, tehát itt megvan minden. Miért nem vitte keresztül valamelyik színházban, vagy akár amatőr színházban, hogy megcsinálják a harmadik Richárdot magával? Hát még akkor, amikor ezt le lett nyilatkozva, akkor még a Kazimír volt az igazgatóm, és mondta, anyukám, ide figyelj, megint mit mondott. De mindig ez volt, hogy tudja maga, hogy mit beszél anyukám. Hát pedig ebben nagy fantázia van. Azt mondja, most mit gondolnak magáról, hogy mi van, hogy maga milyen, hát hogy lehet így beszélni? Azt mondja, nem, hát nem hófehérkés a hét törpe. Vagy melyikre tetszik. Mennyire határozta meg a színészettel kapcsolatos dolgait a magány? Ugye úgy tudom, ahogy olvastam ennek utána, a gyerekkorában nagy szegénységben élt a családjuk, apja nem sokszor járt haza, ő nem járt se bölcsődébe, se óvodába, egy darabig iskolába se, otthon játszott az állatokkal, mint a Bóbita című Vörös Sándor versben malacon lovagolt. Igen, kis malacon, Törökszent Miklóson, igen. Hát nem jártam a bölcsőde óvoda, mert ott nőttem föl Törökszent Miklóson, tehát az udvarban, ami volt kis állat, nagyon szerettem a kislibát, akkor a kismalacot, arra rátudtam a fülét, meg tudtam fogni, és akkor szaladt velem visítva, szaladt, volt a kiskecskénk, a pötyi, tehén, mentem ki a bögrémmel, már 3 évesen már, hogy adjon nekem tejet, nem rugott föl, mert szelíd volt. De alapvetően a főélménye gyerekkorában is a magány volt? Én nem voltam magányos, hát olyan jó el voltam az állatokkal. Hát akkor kezdtem el olvasni, gyakorlatilag. 6 éves kora előtt? Után. De akkor 8 éves koromtól. Intenzíven olvasott? Igen, akkor az volt a mániám, elkezdődött ez, hogy mindent elolvastam. Előtte nem voltam hajlandó olvasni, mert folyton ugráltam, és akkor főleg rajzolgattam mindig ilyen, ha le volt sülve a bőröm, akkor oda rajzoltam a faágakkal, akkor a porba. Ilyen megállás nélkül járt a kezem, folyton örökké. De hát nagyon jó máig a kézügyessége.
Igen, igen, volt osztálytársammal találkoztam, és mondta, hogy te, én még emlékszem, hogy milyen jól rajzoltál, hogy nem lett az. És nem lett, mert a Magdi néni, a rajztanárnőnk nyolcadikban gondolkozott, hogy figyelj ide, azt mondja, nálad ez a furcsa, hogy van egy időszak, amikor rajzolsz, és van egy időszak, amikor elfelejtesz rajzolni. És tehát én tehát nyugodt lelkiismerettel nem merlek a képzőgimibe ajánlani. Ez is ilyen periódikusan változott magának. Periódikusan változott, igen. És ez mitől függött? Elfelejtettem. Tehát egyszer csak ez az intenzitás alább hagyott, igen, és akkor meg nem rajzolt hosszú ideig? Igen, alább hagyott valószínűleg, és eszembe se jutott, hogy rajzoljak. Bolondulásig szeret játszani, ezt írta magáról a lánya. Ha ennyi mindentől félt a szakmában, hogy azt mondta, hogy nem szerette ezeket a profi körülményeket, akkor mégis miért maradt ebben a mesterségben? Hát az ember azért, nem is tudom, szóval úgy megtanulja a dolgot. Bár én azt már akkor a naplóimban már 70-72-ben írtam, hogy ez nem járja, hogy én ki vagyok fosztva, tehát hogy az életemet elveszi a színház. Ez valami nonsens, tehát én nem, ezt én nem tudom elfogadni, és én nem fogok tudni így élni, hogy szőröstől bőröstől fölfal, és nincs életem. Tehát és akkor ráadásul úgy utána még belém is rúg. Tehát ki vagy fosztva, akkor mennyi, megvoltál. Tehát ez az üzemszerű működést vetette hát meg? Tehát nyilván, az, hogy folyamatosan szerepeket teljesíteni, igen, alakításokat igen. hozni, és nincs soha pihenés igen, belőle, hanem ez a következőben már bele kell állni. Nem tudom minden este odaadni a lelkemet, mondta nekem egy színész, hogy nem, egyszerűen nem megy. Csak úgy tud játszani maga, hogy odaadja a lelkét? Hát nyilván. Hát nem is tudom, hogy lehet másképp. Nem szereztem olyan rutint, nem is akartam olyan rutint szerezni, tehát hogy így könnyedén menjen. Biztos jobb lenne, könnyebb lenne, vagy nem tudom, mert van ennek egy szakmai része, de az eszembe se jut, szóval most se. Most is állandóan az az érzés a fauszba, hogy hát mikor fogom én ezt megérteni, ezt a szöveget úgy, ahogy ez kell. Tehát tulajdonképpen csinálom, meg minden, de hogy igazán mélyen, nem azt mondom, hogy úgy, mint a Goethe, de hogy úgy megérteni, ahogyan, hát az évek. De addigra már leveszik esetleg. Addigra már nem is élünk, hát leveszik, hát az igen, előbb-utóbb. Bár most a közönség szerette nagyon utoljára. Nagyon jókat nevettek, ők is éltek. Én valahogy úgy fejtettem meg magát, igazából talán magát az avantgárd vonzotta leginkább, de nem mint lázadás az adott rendszer vagy szituáció ellen, nem mint alkotói forradalom, hanem a periféria barátságos, laza, szinte ilyen hogy mondjam, csak vidékies kívülállása a nagybetűs művészeten kívül. Ezt jól látom? Ha nagyon bonyolult, igen, akkor mondja. Igen, pontosan. Az avantgárd ugye a Margon volt, nagyon tehetséges emberek voltak, de a Margóra kerültek, és ott éreztem a szabadságot. Azt a szabadságot, amit a zárt rendszerek, például egy színház, az egy nagyon zárt rendszer, börtönszínház, elmegyógyintézet, tehát ezeken hasonlóak. Még tudtam is az asztrológiából, hogy hova tartozik, melyik bolygóhoz. Azt hiszem az újságíró a Neptunhoz tartozik, meg a film, tehát igazából csalás. Hogy maga milyen hirtelen tud képzeteket társítani, alig győzöm követni. Szempényvesztés. De ezek a zárt helyek, igen, azt hiszem, hogy ez a Szaturnuszhoz tartozik. Tehát az, amikor ezt megkopogtatjuk, és azt mondjuk, hogy ez mitől kemény, vagy a tulipán miért ilyen egyenes, és ez a Szaturnusz bolygó. Vonzás. Maga ezekben hisz? Fél évig tanultam, de nem, aztán mondtam, nem, mert ez a kód, amivel ők rendelkeznek, mondtam, hogy nekem van saját, tehát ez a színészet, az pont elég. Nem kell még egy. Volt még valami ebben a világban, ami elgondolkodtatott, az örökös jelen. Bódi Gáborral sokáig próbáltak egy darabot, ahogy olvastam, úgy, hogy sose akarták bemutatni. Később a sokszor hivatkozott Szentkirályi Műhely nevű családi színházban is próbáltak úgy, hogy nem tudták, lesz-e bemutató, vagy nem lesz. Mi ez? A játék, mint terápia, egy végtelen játszma, ami attól szép, hogy nincs befejezése? Nem, hanem a Gáborral ugye
a találkozásunk és ez a cselédek ügy, ez akkor alakult Bódi Gáborra. Bódi Gáborra, miután a diszidálások nem sikerültek kettőnk számára, csak a férjem diszidált, és egyszerűen én azt játszottam a főiskolán, beszédvizsgám volt a cselédek, és neki megmutattam, és hát meglátta benne azt a gondolatot, ami nyilvánvalóan őt érdekelte, és elkezdte megtanulni, és ez egy ilyen rángó görcs volt, mint hogyha most hirtelen így megfognám a nyakkendőjét, és azt mondom, hogy madám, és akkor ő elkezd zongorázni. Tehát annyira tudtuk a dolgot, és ez annyira, ez volt az élet maga. Tehát a valódi élet az nem volt valódi élet, azt tudtuk nagyon jól, hogy az nem. Az egy ilyen másolat valami, ami megőríti az embert. Ő mindig mondta, hogy hogy ülsz, a szék szélén ülsz és fogod, és a bácsinak ugyanez a baja. Bácsinak ugyan, egy éve fiatalabb volt nálam, a bácsi volt. És ez volt a cselédek volt az, ami úgy hirtelennyébe jött, de olyan villám, és akkor leterített, akkor csináltuk. Anélkül, hogy kitűzték volna ezt nem, valamikor is bemutatásra. Nem, sőt, az, tehát ez volt az élet. Ez volt az élet maga. Tehát színészet a színészetért? Vagy ez már belül van az életen, semmi színészet? Semmi köze nem volt a szakmához, semmihez nem volt köze. Valószínűleg a Zsöné szövegéhez volt köze, hogy a két cseléd. Hát meg a szimbólum, amit jelentett, hogy cselédek vagyunk. Na most ugye itt volt a világhírű film Mészáros Márta 9 hónap című filmje, ahol élesben, tehát kamera előtt szülte meg az első Sanyi. Gyerekét, a fiát. Sanyi? Sanyi. Szintén Sanyi? Sándor, igen. Uh-huh. Sokszor beszélt már erről, de ettől a filmtől lett ön meglehetősen híres. Nem hívták külföldre ennek utána játszani? Hát hívtak, de nem közvetlenül emiatt a film miatt hívtak, hanem egy másik film miatt, ami a Ha megjön József című, a Kézdi Kovács Zsolt filmje, és IR-ben ment a film, és az Isabelle Huppert francia színésznő volt az elnök, hogy mondják, a zsűri elnök, és ő nagy díjat adott a filmnek, és utána a Gomon jelentkezett, hogy szeretné, hogyha kimennék, stb. És forgattunk egy filmet az Isabellel. Tehát ő úgy a Toscan de Plantiénak... Játszott is kint. Igen, igen, Toscan de rengeteg ajánlatom volt. Én kimentem ugye először 3 hónapra, hogy tanulom a nyelvet, és hogy olasz filmekbe kezdek, és azt leszinkronizálják, mert nem fogok tudni még annyira franciául. És mondta az Evelyn Julie, az egyik producer, hogy te figyelj, 3 főszerep egy nap alatt, érted? Ez csak mindig az a kérdés, hogy tudsz-e franciául. És akkor... Az, hogy 3 főszerepet is megkaphatna, akár egy nap alatt? Akár egy nap alatt. Csak tudjon nagyon franciául. Nagyon-nagyon-nagyon ment. Tehát nagy reklámmal tette ki a Gomon, ami azt jelenti, hogy végig a metróba kín volt, hirdető oszlopok, minden. És szerettek. Tehát olvastam őt, hogy a Párizs a lába előtt fekszik a pöttyös arcúnak, ilyeneket. Miért hívták pöttyös arcúnak? Mert hogy szeplős vagyok. Nagy, igen? Igen, igen. Sem, le van fedve. Le van egy kicsit nagy fedve a sminke. Macska, meg ilyenek. Tehát igen. Igen, nagyon. De nem volt kedve olyan szinten megtanulni szerette. Franciául? De tanultam az Allianzon, jártam hát reggeltől éjfélig. Csak volt egy fiam, egy 6 éves fiam, a Sanyika, és amikor beszéltem a Toscan de Plantiéval, aki később az Unifrance-nak lett a vezetője, megkérdezte, hogy mi a terve a gyerekkel. Mondtam, hogy szeretném kihozni, mert akkor még ugye disszidensnek számított az ember, hogyha átlépte a keretet, igen. Mint amit a pártitkán mondta a filmgyárban, hogy 3 hónap, ha nem jön haza, disszidens, ezzel számoljon, elveszük a lakását. És akkor 18 éves mennyi lenne a Sanyi, illetőleg hát nem tudtuk, hogy mikor lesz vége, mikor mennek ki az oroszok. Uh-huh. Hát, nem merte megkockáztatni, hát hogy kint marad? Hogy a Vöröskereszt kihozza, az apja megmondta, hogy nem engedi. Tehát hogy nem a gyerek itthon volt magaként, tehát nem lehetett ezt a családegyesítést. Igen, és én már ezen már túljutottam, amikor Németországban nem sikerült. Értem, tehát a gyerek miatt kellett megint tulajdonképpen visszajönnie. Igen, és akkor visszajöttem. Utána még volt, hogy megkerestek, meg telefon, meg minden, és mondtam, hogy nem. És nem, és jött a Szent Király. Ja, jött a Szent Király. Szent Király műhelmét férjével együtt ugye igen, nagy nehézségek árán egy pincében gründoltak össze, amely 20 évig működött. Ma igen, már nincs meg, de azt mondta róla valamelyik interjúban, hogy abban a pincében volt a legboldogabb, mert jól el lehetett bújni benne azért? Hát voltam boldog amatőrnek nagyon, az egy létező dolog volt. Ott pedig egész egyszerűen lementem, 3 napig nem voltam, följöttem, néztem, hogy közért ezt a szót, nem értettem.
annyira tökéletesen el tudtam felejteni mindent. Én csak... Már ugye abban a pincében? Igen. Az egy... Hát ott megmaradt a pókháló, az Eszterházy Péter megnézett egy előadást, és azt mondta, hogy olyan furcsa volt, hogy a hévvel mentem haza, és úgy nézik a hajamot. Mert hosszú haja volt. Igen, csak lógott rajta, hogy nagy pókháló is. Tehát azok úgy maradt. De ott volt a legboldogabb tényleg? Nagyon boldog voltam, nagyon azt lehet mondani, hogy nyomasztott egyrészt, hogy én nem fogok tudni ezeket a köveket, én nem tudom legyőzni, tehát felállok egy asztal tetejére, és ott mondok valami szöveget, akkor talán, de az, hogy nincsen ennek a helynek köze semmihez a világon, tehát amin otthon is volt próbatermem, a mozit megvettük kis Orosziba, bevittük, amit próbáltuk, és nem volt érvényes. Már hogy a moziban próbál darab, otthon a moziban itt a próbál pincében darab, nem volt behoztuk, érvényes? És nem volt érvényes. Miért? És láttam, hogy nem. Mert győzött a pince. Győzött az a hely, ami mit tudom én, mikor 48 óta úgy volt. Uh-huh. És akkor lejtettem egy papírt, mondom, ez lehetetlen, hát annyit dolgoztunk otthon, mint az őrültek. Így lejtettem egy papírt, néztem egy darabig, és volt. Azt éreztem, hogy az van. Tehát... És akkor az egy olyan dolog volt, hogy ez biztos, hogy több, mint én bármikor bármi lehetek. Tehát menni kell, és akkor vezet, és nem tudom, hogy hova vezet. Azt tudja, hogy nem mindig értem minden szavát, és mégis összeállnak a válaszai. Igen. Magának ezek persze teljesen logikusak, ugye, amiket mond, igen. Nekem igen. Tavaly megkapta a Független Előadó Művészeti Szövetség díját, ugye ezt már mondta, hogy kislánykora óta mond verset, és megint csak Rozitól, pontosabban a lánya dolgozatából tudom, hogy volt olyan vers, amelyet évekig érlelt magában. Miért volt a vers talán mindig fontosabb, mint a színpadi szerep? Hát a vers, ma is például újságban, hogyha van, akkor a vers az első, amit elolvasok. Nem tudom, nagyon hatott rám. Tehát az, hogy a próza soha nem hatott így ilyen értelemben, hanem hát megejtő. Nagyon-nagyon szívhez szóló, tehát különleges absztrakció, tehát gondolkoztat. Több, mint én vagyok. Maga is ír verseket időnként? Nem, a húgom. Húga? Testvérem, igen. Ő mivel foglalkozik? Ő pszichológiát végzett, és verseket ír, meg is jelent már kötete. És az ő verseit tudta mondani? Sőt, a nagynéném is, ő már nem él, ő versbe beszélt kifejezetten az Ibolyka nagynéném. Hogy Ibolyka kejföl, emlékszem, nem mondtam a kejföl, nem kell nekem tejföl, és ugyanígy mindenre rímet mondott. Tehát effektíve rímbe beszélt. Egész életében. Érdekes, hogy már a családjuk is, azt hiszem. Hát ezek szerint igen. Ön, akinek a függetlenség mindig nagyon fontos volt, hogyan látja a független színházak helyzetét manapság? Miért sorvadnak? Miért nem szereti őket a rendszer, az állam? Hát ezt, ha úgy igazából tudnám, mert de az tény, hogy sorvad, az idén is sorvadt egy jó nagy adagot, mindig belenyúlnak, mindig beleszólnak, amit a Kulturális Bizottság létrehoz, hogy nagyjából elgondolják, akkor fölülről beleszólnak, akkor lekaszálják. És az, hogy független, lehet, hogy ez a szó maga, hogy független, ez nem lehet. Nem tudok másra gondolni, mert igazából... Már ez hogy önmagában a szóval van már baj? Már önmagában a szó lehet, hogy baj. Mert ez a terület felszívja, ugye nagyon sokan végeznek színésziskolába, színészi egyetemen, nincs állás. Nem tudnak elhelyezkedni. Ez a terület fölszívja. Itt mondjuk a levegőből élnek a srácok meg a lányok. Szívvel, lélekkel csinálják. Ez azt lehet mondani, hogy az nem pénz, amit kap egy csoport. Tehát abból nem tud kiállítani egy színdarabot. Pedig nagy szükség lenne rájuk. Hát alapvető szükség van rájuk, mert tulajdonképpen ez a bölcsője. Tehát innen indulnak ki a dolgok, mert ők tényleg innovatívak. Tényleg azon kell gondolkozniuk, hogy ne kis kőszínház, kis miniszínházak legyünk. Ugyanakkor meg, én úgy vettem észre, én már nem pályázhatok, mert nem vagyok már közhasznú, de afelé szorítják, hogy ilyen kis miniszínházak legyenek, ilyen kis mini kőszínházak, amik teljesen értelmetlen. És mindennel szembe megy, akár nézzük a szlovákokat, vagy a románokat, vagy a lengyeleket. Mi annak a miniszínház formának az értelme? Semmi.
semmi a világon, csak akkor valahogy úgy látszik, hogy akkor valakik fölfogják, hogy ja, akkor ez, de az, hogy független, az fölfoghatatlan. Hogy van ma, Lili? Hát per pillanat nem vagyok rosszul. Még majd megyek kontrollra a jövő héten. Én nem csak egészségi értelemben kérdezem. Azt hiszem, hogy ugye szoktam lenni. Tehát tartom magam. Túlélő vagyok. Érdekes volt önnel beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy nagy rábeszélésre, de eljött. Hát eljöttem.